Néhány évvel ezelőtt találkoztunk már Soltvadkerten, és számomra akkor is elképesztő volt, hogy egy 20 éves virtussal, egy 30 éveseket meghazudtoló fizikummal, és minimum 20 évet letagadható Kovács Kati áll velünk folyamatosan a színpadon, és az a csillogás, ami oly sok éve ott van a szemében, az még mindig ott ragyog. Köszönöm szépen ezt a kedvességet, hát ha összeadod a 20 és a 30-at, akkor abból kijön körülbelül, hogy hány éve vagyok ezen a pályán. Nagyon szépen köszönöm, a kedves nézőknek pedig megmutatom, hogy ki az interjú elkészítője, hogy kinek adok interjút, Dóri. Köszönöm szépen, szóval ő az a 20 éves, és én vagyok a 30 éves. Köszönöm szépen ezt a kedvességet. Visszatérve a kérdésedre, ahhoz, hogy az ember színpadon föl tudjon lépni, azért sok mindent figyelembe kell venni, nem szabad előadások előtt dorbézolni, nem szabad enni, utána meg már szabad, mindent szabad. Éjszaka 2-3-4 óra, mire ebédelünk, még az előző napi ebédek, de járok egy kicsit teniszezni is, még ebben a meleg időben is jártunk, de a többit mind maga a zene teszi, tehát ha sokat vagyunk színpadon, akkor sok az elfoglaltság, akkor nem vagyunk annyira éhesek, szóval ez egy jó dolog is. Egy másik nagyon lényeges kérdés, hogy hogyan lesz egy orvosírnokból énekesnő? Azt szeretném neked mondani, hogy hogyan lesz egy énekesből orvosírnok, mert mindig énekelgettem otthon, iskolában, zenekarokkal, zenekarok nélkül is állandóan énekeltem, és egyszer meghívtak, mert kevés volt az orvosi rendelőkben a személyzet, és meghívtak, hogy legyek orvosírnok, ami annyit jelent, hogy gyakorlatilag akkor mi kartonoztunk, most már könnyű lenne, mert a számítógépen mindent föl lehetne vinni az adatokat, és beszedtem a papírokat, megnéztük a kórelőzményeket, az orvosnak előkészítettük a dolgokat, és miközben én énekelgettem magamban, a betegek nagy örömére rövid miniszoknyát hordtam, úgyhogy egy kicsi szint vittem az életükbe, pedig 18-19 évesen az ember még azt se tudja, hogy mi az, hogy betegség, így utólag visszagondolva, ma már, amit ezen a pályán szereztem, ezen az énekesi pályán, már sokkal megértőbb lennék az emberekkel szemben, a betegségekkel szemben, sokkal türelmesebb is lennék. De lehet, hogy ez az életrendje, hogy egy beteg ember összekerül egy frissen érettségizett emberrel, akkor egyik a vidámságot hozza, a másik gyógyulni szeretne. Úgyhogy lehet, hogy jó kombináció ez egész. Hát ez egészen biztosan. És hát a másik dolog az, ugye szerintem sokan tudják, hogy azért nem áll messze Kovács Katitól a humor. Milyen volt ez az időszak, amikor Kós Jánossal és Hoffi Gézával dolgozhatott együtt? Szerintem azért kerültünk mi egy csapatba, mert amikor előzetesen az előadásokon dolgoztunk, akkor valószínűleg a Géza is, és a Kós János is látta, hogy én szeretek viccelődni, szeretek poénkodni, és ezért, miután ők is folyamatosan benne voltak ebben a világban, ezért gondolták, hogy egy nő nem állt a műsorba, és meg kell, hogy mondjam, a Hoffi Géza nem nagyon dolgozott nőkkel, valahogy, hogy ő teljesítette a műsort, egyedül is képes volt arra, hogy ne kelljen mellé senki, de mégis nagyon szerettek és irányítgattak, hogy táncolj, mozogj, ne állj meg a színpadon, csinálj, amit jól esik. Mindig így biztattak, hogy de hát én figyeltem a Gézát azért, hogy mit csinál, és nagyon tetszett, ahogy improvizált, mert ő rögtönzött, nagyon sokat rögtönzött, de ugyanakkor a poénjait például kipróbálta, elmondta nekem mindig a poénokat előre, és kérdeztem a kollégáimat, hogy miért mondja nekem a Géza. Azt mondja, most te vagy a közönség, és leszűri, hogy jó vagy nem jó az a poén. Nagyon érdekes volt, én voltam a zsűri. Elképesztő az a mennyiségű album, az a mennyiségű dal, amelyet összehozott, és hát tulajdonképpen a fél világot, hanem az egész világot bejárta. Maradjunk annál, hogy nagyon sok helyen voltam, Ausztráliától Amerikáig, Japánban énekeltem, a francia Midemen részt vettem, ott is a saját lemezemmel szerepeltem, amit nem a magyarok hoztak ki, hanem a Német Hanglemez Társaság, mert akkoriban együtt dolgoztam német zeneszerzőkkel. Nem ismerik a nézők a James Last nevét, akinek akkor 40 nagy lemeze volt, az ő testvérével, Kai Wernerrel, és ott nagyon sok együttessel találkoztam a stúdióban, a Led Zeppelin együttessel, akik előttem énekeltek, és miattam kellett abba hagyniuk a felvételt, mert jött a magyar énekesnő, vagy találkoztam a Hu együttessel kint egy fesztiválon, ahol beálltak mellém léggitározni és dobolni a Hu együttes tagjai. Szóval akkoriban még nem volt olyan merev világ, ma már elképzelhetetlen, hogy amikor én egy Madonna dalt énekelek, akkor Madonna oda jöjjön hozzám, ahogy azt egy-két tévéműsorban láttam. Az eredeti előadó oda jött és azt mondta, hogy mutasd, hogy énekelsz élőben, mert ez olyan, mintha én lennék. De volt olyan, hogy az Amanda Lear oda jött hozzám és azt mondta, hogy hol van a Donna Summer. Mondták neki, hogy nincs itt a Donna Summer, a Kati Kovács énekel Magyarország. Azt nem lehet, én ismerem a jó barátnőm. És el kellett énekelnem neki a dalt,
hogy meg tudjam mutatni, hogy ez valóban én vagyok. Szóval jó világ volt az, amikor egy kicsit szabadabb közlekedés volt a művész világban. Bár mi annak idején nehezen kaptunk útlevelet, a mostaniak rengeteg, akármikor kimehetnek külföldre, rengetekhez szerepelhetnének, de már megváltozott a világ. Már kicsit kisebb csak szeparálódtak a nagysztárok, már nagyon külön világban élnek, szállítják, viszik, másodpercre ki van számítva az életük. Mi még Magyarországon lezserebb közegben élünk. Ahogy előbb is mondtam, itt Kiskörösön elmentem ide a szomszédba, megnéztem a Petőfi szülőházát, ahol született az ágyat, körbenéztem, egy kicsit megcsapott az időszele, csodálatos volt érezni, hogy ott vagyok, ahol a Petőfi Sándor itt volt, itt élt, itt született, és mondtam poénból a hölgynek, aki nagyon kedves idegenvezető, rögtön megmondott mindent, és elmagyarázott nekem, hogy azt sajnálom, hogy Petőfivel nem élünk egykorban, mert valószínűleg én lennék az ő énekesnője, ő meg az én szövegíróm, hogy csodálatos verseket írt, könnyen megtanulható. Zseni volt. Petőfi Sándor egy zseni volt, és erre Kiskörös joggal lehet büszke. Nekünk ugye Kovács Katit látni és hallani élmény, de Kovács Katinak is voltak élményei a zenén kívül is, hiszen azért színpadi szerepekben is láthattuk, és ott azért szintén nem kevés nagy névvel találkozhatott. Nem, tulajdonképpen nem vagyok színész alkat. Nem szeretem az állandóságot, szeretem a mozgást, hogy mindig máshol vagyunk. Szeretem a változatosságot. A színészek nagyon alázatosnak kell lenni, mert nekik végszavazni kell, amit ő elmond mondatot, arra reagál a kollega. Erre én alkalmatlan vagyok, mert improvizálok folyamatosan, és valami más jut eszembe. Úgyhogy egy-két színdarabba szerepeltem, de szerepeltem körülbelül 15 filmben. Voltak benne abszolút főszerepek. Volt, amikor én voltam az év filmszínésznője, megelőzve Latinovicsot, Törőcsik Marit. De azt kell, hogy mondjam, mindig kérdezték tőlem, hogy mi leszel, énekesnő vagy színésznő, és mondtam, hogy én semmi, maradok, énekesnő akarok lenni. Ezért igazság szerint a kollégákban nem volt szakmai féltékenység, sőt, mindenki szeretett, kedvesek voltak, irányítottak. Az egy nagyon jó időszak volt az életükben. A film az tökéletesen más, mint a színház, a kőszínház. A kőszínház az sokkal kötöttebb. A filmben én ránézek az operatőre, és az operatőr azt mondja, jó, akkor tudom, hogy jó a jelenet. Ha így mutatta, akkor ismétlünk. Szóval az egy a pillanatnak a műve, azt szoktam mondani, a filmezés. De foglalkoztam olyannal, amivel kevés énekesnő, hogy írtam 50-60 szöveget, és azokat éneklem is. Még maga Vangelis is gratulált írásban a szövegekhez, mert annak idején a tűzszekerekhez is írtam szöveget, a 1492-höz, és még nem volt akkor szöveges változata, és azt mondta, hogy ír ajánlást a lemezemre, mert neki annyira tetszik ez a szöveg. Úgyhogy ezzel is szórakoztam, de inkább külföldi dalokra írtam, vagy új dalokra, mert nem akartam ahhoz, annál voltak jobb szövegírók, én akiket nagyra becsülök, ugye azokkal dolgoztam együtt, és zsenik voltak. Azt szoktam mondani, hogy én csak tanuló voltam mindig mellettük. Hangulatból írtam a szövegeket, soha nem kényszerből, de voltak köztük egészen komolyak, mint a 1492, de voltak mellettük ilyen paródiák, hol vagy Józsi, hol vagy, amit természetesen vízből írtam, és ez nagyon szórakoztatott engem. Már az iskolában is, ahová jártam, ott is inkább a szövegekkel, az irodalommal foglalkoztam, és nem hitték el nekem, amikor a kitűnő tanuló lemásolta a dolgozatomat, akkor én kaptam az egyest aláhúzva, ő pedig az ötöst, és nem vállalta föl a kitűnő tanuló, hogy ezt én írtam, ezt a dolgozatot, de többször idéztek az én írásaimból. Szóval inkább irodalomban voltam elől, a matematikához nem fült nagyon a fogam, miközben a Tököli úton az építőipari technikumba jelentkeztem, épületgépészeti technikumba. Hál' Istennek nem vettek föl, így aztán elkezdtem énekelni, és azóta eltelt 50-valahány év. Nagyon érdekes, ha az ember sűrűn dolgozik, sokat utazik, akkor elrepülnek az évek, évtizedek. Úgyhogy itt vagyok még mindig. És még jó, hogy nem látszik. Hát akkor megkérdezném azt is, hogy mik a tervek? Mik a tervek? Most ebben a pillanatban elbúcsúzom. Köszönöm szépen az interjút, mert kezdünk egy pár perc múlva kezdek. És még át kell öltöznöm, át kell vennem a dalokat, hogy mi a sorrend, vagy azt a szöveget, amit be kellett volna gyakorolni. Most kivételt tettük a Dórival, és az Jánossal azok. Nagyon köszönjük. Azért, hogy meglegyen az interjú, de ilyenkor én már el szoktam menni, és már másfél órája mondom a szövegeket, és tanulok. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, minden jót kívánok, sok sikert, és örülök, hogy Kiskörösön itt lehettem. Köszönöm szépen. Köszönöm.